Lali a unokatestvérem. Úgy vesénbe lát. Te, kéne egy kis ötlet. Nem értem. Alig nő. Sanyi! Sanyi! Nézd meg, ott hagyja a kannát az út közepén. Egyszerűen ijedetlen. Hagyja messze. Milyen ötlet? Van egy kis cucc. Nem nagyon tudok vele mit csinálni. Mi? Játék. Azt nem tudod eladni? Hát ez elég. Szóval ez nem olyan hétköznapi játék. Mit csináljak 400 fej nélküli malackával? Szopós? Ne, biznis. Ez komolyan mondod? Uh-huh. Milyen malackák? Mondom, játék. Ilyen bársonyból vagy miből. De amúgy szépek. Van egy luka hasukon. Olyan szalag jön ki, hogy rá van írva, hogy szeretlek. Meg... Köszön is. És a fejük? Hát ez az, az nincs nekik. Már úgy értem gyárilag. Így jöttek le a szalagról. Ki akarták dobni. Egy haverom szólt, hogy vannak, aki ott dolgozik, azt elhozta nekem. Mit csináljak? Hát nem tudom. Talán semmi. Talán dob ki a francba az egészet. Ha, nem lehet. Drága volt. Te pénzt adtál ezekért? Van egy ötletem. Van egy haverom, vannak török talp nélküli zokniai. Esetleg cserélem. Pöttyös? Na, majd utána járok. Ide, ezeket ide dobtad! Nem. Ide dugtad, amit én ide hordtam? Nem dugtam, csak elraktam, nehogy bajuk legyen. Bajuk? Milyen bajuk legyen? Te ezeket eldugtad! Rókica, nem dugtam el, de itt senki nem vesz ám varrógépet. Akkor minek hagytad, hogy ide hordjam? Mi az, hogy minek hagytam? Hát te hoztad ide őket! Nézd meg, hogy miket, rókafarok! Nézd ide! Szaros mosógagyló! Egy hétig könyörögtem, hogy a köszörűt vidd el. Hogy lett valaki ilyen hülye, hogy ilyen szarokkal üzlete? De a mennyasszonyi ruha az jó volt, mi? Örülj neki, hogy vigyáztam a cuccaidra. Hát akkor nem lesznek itt. Ó, nem lesznek. Majd kell másnak. Velem akkor se beszélj így. Még akkor se, hogyha az unokatestvérem vagy. Hagyja végén. Jó, kicsi. Engedjük! Hálátlan. Takony pont. Büfés. Mit csinálsz? Ne hagyj itt, sértődj meg!